Üdvözlöm Önöket! 15. alkalommal rendezték meg a Zetna Irodalmi Fesztivál Zenten. Az idei háromnapos rendezvény témája az atoll, vagyis a korallzátonyokra épülő gyűrű alakú szigetcsoport, ami egy belső lagúnát zár körbe. A víz kultúrája is meghatározó elemét képezte a beszélgetéseknek. A Zetna Irodalmi Fesztivál első napja sok látogatót vonzott a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet oszlopcsarnokába. A közönség tagjai között szép számmal akadtak olyan kortárs irodalom iránt érdeklődők, akik évről évre figyelemmel követik az irodalmi programsorozatot. Mindig nagyon kíváncsi vagyok, hogy az adott évben milyen alkotói világokat, szerzőket, művészi állásfoglalásokat lehet itt megismerni. És hát nem mellesleg személyesen lehet találkozni az alkotókkal, írókkal, műfordítókkal, képzőművészekkel, úgyhogy akár személyes hangú beszélgetésekben is részt lehet venni, de ha abban nem is, akkor a közönség számára mindenképpen érdekes lehet az alkotókkal folytatott pódiumbeszélgetés. Egy sajtótájékoztatót követően Mennyhárt Erzsébet kiállításával vette kezdetét a háromnapos rendezvénysorozat. A kiállítás keretein belül a képzőművész változatosan megformázott könyvszobrai kaptak helyet. Ezek relevanciájukat vesztett könyvekből készülnek, ezeket antikváriumból szerzem be. Ezek mind-mind olyan könyvek, amelyeket már az antikváriumok sem tudnak értékesíteni. Egyébként ugye magyar tanár végzettségű vagyok, tehát nyilván olyan szép irodalmi alkotásokat soha nem dolgoznék fel, amik ugye nem relevanciájukat vesztettek. Hajtogatásos módszerrel készülnek, különféle sziluetteket, feliratokat tudok készíteni, logókat, ábrákat. Hogy jött ez a gondolat, hogy a képzőművészetnek ez az ága érdekeljen téged? Mennyire népszerű a könyvszobrászat mondjuk a mi térségünkben? Én még nem találkoztam ebben a térségben olyan személlyel, aki mondjuk egyáltalán tudta volna, hogy ez micsoda, vagy foglalkozott volna könyvszobrászkodással. Szóval szerintem ez még így az újdonság erejével hat. Én 2 éve kezdtem szobrászkodni, egy volt lakótársam mutatta meg nekem ezt a technikát. A kiállítás megnyitó után a közönség egy irodalmi témájú beszélgetést követhetett figyelemmel, amelyben 3 költő, Snyezsana Roncsevics, Gojko Bozsovics és Gyorgye Kuburics vett részt. Ovaj festival, ja bih rekao da je veoma značajan u smislu neke interkulturalnosti Srbije i Mađarske, koje su inače prijateljske zemlje. Moj prijatelj Istvan Bešteres mi učinio tu čast da me pozvao i meni je jako drago što sam ovdje učesnik. A beszélgetést Draginja Ramadanski műfordító vezette, aki kiemelte, a 3 szerző életművek között a legfontosabb kapcsolódási pont az igazi és őszinte szó utáni kutatásban nyilvánul meg. Az az igazi szó az egyiknél például az őszintesség, az őszinte szó. A másiknál provokatív, grotex, bizarr. A harmadiknál anyai, gyöngéd, nőjes. Szóval ez a bennük a hogy is mondjam, hasonlóság, egy nagy hasonlóság, hogy őszintesség, mint poetikai kategóriát külön módon kiviszik. Például erről majd beszélünk most a irodalmi esten. Van olyan költő köztünk, nem nevezem most, aki nem akarja megnevezni a kvalitásokat, inkább visszahúzózkodik. De mi ezt meg kell, hogy észrevegyük mind a kulcsot, szóval ő tud arról, hogy ez kvalitás, de lemond arról, hogy megnevezze. A fesztivál első 2 napja a Tuvalu témája köré épült, ami egy Polinéziához tartozó szigetország. A csendes óceánban található Tuvalu 5 atollból áll, és az üvegházhatás miatt fennáll a veszély, hogy az elkövetkező évtizedekben teljes egészében víz alá kerül majd. A rendezvény első napján elhangzottak alapján a fesztivál hívószavai közé tartozik az áramlás is, amely a különböző kultúrák közti átjárhatóságként is értelmezhető. A 15. Zetna Irodalmi Fesztivál a hagyományait folytatja egyrészt, ez pedig a szerzői megszólaltatások, tehát szerzői beszélgetések, ehhez társult egy még régebbi műfaja, ez pedig a 4 kezes szerzői szövegek létrehozása,
és hát emellett persze vannak kiállítások még a rendezvény keretében, meg lesz zenei műsor is. A téma az ezúttal az atoll, tehát most az atoll úgy került a fesztivál nevébe, hogy magának az Etnának lett egy jelzője, tehát az Etna atoll 15. fesztiváljáról beszélek most. Az atoll szépsége ragadott meg, tehát ez egy olyan korallsziget, amely az eltűnés határán létezik, és hát már igazán szigetnek sem nevezhető, hiszen egy gyűrűre nem mondhatom, hogy zsugorodott, mert külső méreteit megtartotta szinte, de ez az eltűnés politikája, ami most itt foglalkoztat bennünket, legalábbis olyan szinten, hogy ezt határoztuk meg keretként, és ez főleg a négykezesekre fog majd erőteljesebben vonatkozni. A fesztivál a Thurzó Lajos Művelődési Oktatási Központ, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és az Etna kiadó szervezésében jött létre. Az irodalmi rendezvény egy Interreg IPA pályázat keretein belül valósult meg. Időszerű és felkavaró. Ilyen tulajdonságokkal is rendelkezniük kellene a mai színházaknak. Erről is beszélt Urbán András rendező a szabadkai VM4K-ban megtartott előadásában. Mellbevágó, meghökkentő és időszerű. A jó színdaraboknak ezekkel a tulajdonságokkal is rendelkezniük kell, hangsúlyozta előadásában Urbán András rendező, aki a VM4K Európa és mi sorozatának vendége volt csütörtökön. A szervezők elmondták, azért pont ő, mert ma Urbán a régió legjelentősebb alkotója. Urbán András, hiszen ő a Kosztolányi Dezső Színház igazgatója és a Desiree Central Station megálmodója és alapítója. Úgy gondoljuk, vagy tudjuk, hogy Urbán András körbejárta a Balkánt, Jugoszlávia régi országait, illetve hát más országokba is eljutnak előadásai, rendezése emiatt. A Kosztolányi Dezső Színház igazgatója előadásában elmondta, azt szeretné, ha kollégáitól is hasonló darabokat látna viszont a színpadon, mint amilyeneket ő rendez. Az a baj, amint így megfogalmazzuk, tehát, hogy minden szép és minden jó, ennek már lehet egy létjogosultsága. Tehát azt mondom, ez egy utopisztikus dolog, nyilván nem erről szól. Én azt mondom, hogy engem az a színház nem nagyon érdekel, ami arról szól, hogy lássam azt, hogy minden rendben van. Tehát az a színház, ami azt próbálja megmutatni, hogy így jó, ahogy van, és minden jó, az egész rendszer jó, hiszen azt ünnepli, az engem egyszerűen nem érdekel, azt gondolom róla. Tehát, sokszor mondtam a színházban, amikor azt kérdezik, hogy mi a színház, hogy végülis én is azt gondolom, hogy szórakozás. Tehát ne hazudjunk, szórakozás. Az, hogy kit mi szórakoztat, az egy másik kérdés. Tália szentében a produkcióknak szórakoztatniuk is kell, de azt nem elcsépelt módon, hanem újszerűen, véli Urbán, aki szereti, ha a jó színház felzaklatja a közönséget. Bár ő elalvás előtt nem feltétlenül szeret olyan filmekre pihenni a tévé előtt, amelyek felzaklatják, hiszen azért a nyugalom is fontos, mondta. Mondjuk egy olyan helyzetről beszéltem, ahol aludnom kellene, mert mondjuk olyan kötelességeim vannak, hogy csak pihennem is kellene. Én a színházban nem félek attól, hogy mint néző se, hogy olyan történettel találkozok, ami akár fölzaklat. Sőt, mondjuk a történet alatt nem feltétlenül a történetre, mint olyanra gondolok, hogy tehát nem azokra a tartalmakra, hogy most valaki mond valami szörnyűt, és akkor én ettől ideges leszek, hanem hát én azt várom el, hogy a művészettől, mert én gondolom, ez minden művészet sajátja, hogy akár esztétikai értelemben, a mélyebb értelemben az esztétikát most, hogy hasson az emberre, fölizgassa, izgalmas legyen a számára. Hát igen, és hát ezt mondjuk nem gondolom kettősségnek. De hát én egy dolog, amit a színházban csinálok, az, hogy én milyen ember vagyok, miként élek, ez egy másik dolog.
Urbán András hozzáfűzte, nem szereti, ha valami unott és ismétlődik. Ezért törekszik munkájában is folyton valami mást mutatni, mint amihez hozzászokott a közönség. A Szegedi Maszk Egyesület meghívására Szegeden a Kis Színházba vendégszerepelt a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház. A vendégszereplése a Pannoner TV stábja is elkísérte a társulatot. Az erről készült összeállítást pedig a közelképben láthatják majd. Most pedig egy rövid összefoglaló következik. A Felhő a nadrágban a Teálter Nemzetközi Színházi Fesztivál közönségdíjas előadása egy kegyetlen revű a politikai idiotizmusról. Az előadást a bemutató óta nagy sikerrel játsszák. A szegedi közönség most láthatta másodszor. A társulat az esti előadás előtt néhány órával kötelezően próbát tart. Bejárják a színpadot és megnézik, hogy a kellékek a helyükön vannak-e. Először be kell készíteni a kellékeket a megszokott helyre, ugyanis itt teljesen más a tér, és a színész agy úgy előadás közben nem biztos, hogy éppen tudja, hogy abba a pillanatban hova tette, mert otthon mégiscsak már bejáródott, oda az biztos ott van, és automatikusan mész érte. Itt viszont azért kell keresni olyan helyet, ami még közben is a szemedbe fog tűnni, hogy ide biztos elkészítettem az előadásomat, és már a kellékeimet is ott lesznek valószínűleg. Azért érdekes így rögtön az elején fölmérni a terepet, bekészíteni a kelléket, úgy helyileg az agyba valahova elrejteni, hogy igen, itt lesznek, és akkor elkészülni. És, de Gábor, a színpad és maga a színház hangulata, ami azért egy picit mindig mindenhol más, az hat-e rátok, vagy speciál rád hat-e? Hat ránk mindenképpen, ugyanis minden térben minden előadás más érzés játszani, és máshogy eleve a közönség is, hogy máshogy reagál, más pontokon reagálnak. Tehát mindig adaptálódik az adott előadás az adott térhez, ahova, ahova éppen megyünk, vagy játszunk. Mennyit vesz ki belőletek egy próba, és mekkora erőbevetéssel próbáltok? Hát azért beosztjuk, úgyhogy próbálunk arra figyelni, ami fontos, a ritmusra, tempóra, ahol tudjuk, gyorsítjuk, hogy ugye ne fáradjunk ki, óvjuk a hangunkat, hogy így lényegre figyelünk, technikai dolgokra, fényre. Ilyenkor, amikor lejáró próbátok van előadás előtt, és mondjátok vissza a szöveget, és akkor néha megakadtok, vagy nem tudjátok pont, hogy mi hol van. Tehát vannak ilyen nagyon pici kis kiesések. Ilyenkor senki nem esik pánikba, hogy úristen, mi van, hogyha előadáson is ez megtörténik? Hát én nem tudom, hogy a többiek hogy vannak vele, én nagyon stréber vagyok. Én általában egy nappal előtte mindig mindent átismétlek, úgyhogy velem ilyen nem eshet meg, mert bepánikoznék egyébként. És soha semmi nem történik mondjuk ilyen idegen színpadon, ami nem úgy van, ahogy lennie kell? Hát de vannak ilyenek, de nem tudom, nem volt még olyan, nekem a 12 évem alatt nem volt olyan helyzet, amire azt mondtam, hogy nem most akkor kész függöny. Igazából mindig valahogy menthető a helyzet, sőt még szimpatikus is, mert szeretik a nézők azt, hogyha látják, hogy aha, ez most itt valami félre sikerült. Sándor, ilyenkor, amikor vendégszereplésre jöttök, akkor igazából mi a dolgod, és mekkora stressz az? Hát látok egy csomó műszaki kütyüt itt előtted, hogy ez mind flottul menjen, ez például otthonról hozzátok? Igen, általában mindig visszük magunkkal a mi felszerelésünket, és hát sok mindent kell elhozni, meg sok mindent kell beállítani, elkészíteni, hogy minden működjön. Persze akkor is szoktak lenni bakik néha. És mennyivel az előadás előtt kell, hogy készen legyetek egy ilyen vendégszereplés során? Hát mindig tulajdonképpen a délutáni próba előtt már kész kell legyünk. Amikor szerencsénk van, hogy nincs semmi hiba, akkor persze kész is van. A kellékek végül a helyükre kerültek, a színészek pedig hozták a formájukat. A bátor és merész előadás nagy sikert aratott a közönség körében. Nyáron eléggé túlfűtött állapotban jelent meg a fesztiválon ez az előadás. Úgy értem, hogy nem csak azért volt meleg a nézőtéren, mert éppen nyár közepén voltunk, hanem nagyon jól sikerült az előadás. Úgy gondoltuk, hogy a havi egy hétfői programunknak ez lehet az első vagy a második előadását. Most novemberben sikerült visszahívni az előadást, és úgy gondolom, hogy érdemes volt, hiszen
mindenki szerette. Ajándékba kaptak 6 orosz MiG-29-es vadászrepülő. 6 repülő, melyek nem repülnek. Őt, ami ég voltunk, őrzünk. Új kulturális tartalmakkal a jövő héten várom Önöket. Köszönöm, hogy velünk voltak, viszontlátásra!